Üdvözlöm a Karca Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője. Üdvözlöm képviselő urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is nagy szeretettel üdvözlöm a Karca Televízió nézőit. Április 3-án az országgyűlési választásokon a Fidesz-KDNP egy nagyon hatalmas, nagy arányú győzelmet aratott, és ön is, mint a térség országgyűlési képviselője is kimagasló eredményt ért el. Hogyan értékeli a választások eredményét? Nagyon szép eredmény. Én azt gondolom, hogy visszaköszön benne az elmúlt 4 év, vagy akár 12 év munkája is, hiszen az emberek nem véletlenül szavaztak bizalmat nem csak a képviselőknek, hanem a kormánynak is. És ez szólt a kormány munkájáról, és természetesen szólt az országgyűlési képviselők munkájáról is, arra a munkáról, amit az elmúlt időszakban elvégeztek. Én azt gondolom, hogy fontos volt mindenki számára a nyugalom, a béke és a fejlődés ütemének megtartása. Az emberek mérlegeltek, nem foglalkoztak különböző lózungokkal, egyéb dolgokkal, hanem megnézték azt, hogy az ő életük hogy változott, milyen irányba változott, milyen lehetőségeik vannak, és mérlegeltek. És hát kicsit engem is váratlanul ért az eredmény, hiszen gondoltam azt, hogy az emberek nagy többsége a kormány folytatására szavaznak. És bíztam benne azt is, hogy azt is elismerik azt a 4 éves munkát, amit itt a térségben településről településre járva, a legkisebb problémákat is megpróbálva, megoldva segítettem az itt élők életét. Én bíztam benne, hogy én is bizalmat kapok. De meglepett az a szeretet, az a támogatás, az a nagymértékű támogatás, amit itt a karcagi választókörzetben is kapott a kormány, és kaptam én is. Hiszen ha azt nézzük, országosan a 9. legjobb eredményt értük el itt a karcagi választókörzetben, csak Szabolcs-Szatmár, Bereg megyei és Győr-Sopron megyei országgyűlési képviselők előztek meg bennünket, azok a körzetek, tehát azt lehet mondani, hogy nemhogy szégyenkezni valónk nincs, hanem büszkék is lehetünk magunkra erre az eredményre. És az emberek látták az elvégzett munkát, és bízom benne, hogy el is ismerték az elvégzett munkának az eredményét is. A napokban ünnepélyes keretek között a Városháza dísztermében került sor a mandátum átadásra. Ilyenkor az ember egy picit számot vet, hiszen egy újabb 4 év áll ön előtt. Igen, hiszen pont az jutott eszembe, hogy 24 esztendővel ezelőtt, mint önkormányzati képviselő vettem át először a mandátumot, ugyanott a karcagi Városháza dísztermében. Az egy csodálatos és megható pillanat volt, hiszen egy olyan ember, aki itt született, a családja itt élt, ősei, nagyszülei, dédszülei ugyanúgy ebben a városban éltek, és megválasszák egy önkormányzati képviselőnek, az egy csodálatos dolog. És hogyha egy térség válassza meg immár másodjára országgyűlési képviselőnek, én azt gondolom, hogy ennél nagyobb megtiszteltetés egy ember életében nagyon kevés lehet, vagy legalábbis én úgy érzem, hogy megtisztelő az, akik ismernek, akik között élek, alkalmasnak és megfelelőnek találnak arra, hogy a térségnek és nem csak a városnak, hanem az egész térségnek az ügyeit képviseljem Budapesten a Magyar Országgyűlésbe. Tehát egy nagyon jó érzés, és másabb érzés, mint 4 évvel ezelőtt. Amikor először kezdtem az országgyűlési képviselői munkát, akkor igazából nem tudtam, hogy mekkora ez a feladat, milyen szerte ágazó, akkor csak sejtéseim voltak, hiszen én foglalkoztam a politikával, de belülről egy országgyűlési képviselőnek mennyi dologgal, mennyi problémával kell találkozni, és mennyi problémát kell megoldani, ezt nem láttam. Most már úgy vagyok vele, hogy 4 év mögöttem van, és hát látom azt, hogy 4 év előttem, és látom azt, hogy hatalmas munka, és ezt a munkát nem lehet úgy végezni, hogy csak elvégezzük, vagy közepesen. Ezt az ember a legjobb tudása szerint a maximális teljesítménnyel mindent beleadva lehet végezni, vagy sehogy. És látom azt, hogyha azok az elvárások lesznek felém, és magammal szemben is, hogy a maximálisan minden erőt beadva, akkor ez egy nagyon nehéz 4 év lesz, de azt gondolom, hogy lelkileg, fizikailag állunk készen, és hát ez a térség is készen áll arra, hogy gyorsabb tempót tudjunk diktálni a fejlődésben, a fejlesztésben, hiszen lehet még gyorsítani ezen a tempón, itt mi bírjuk a sebességet. A fejlődésnél maradva,
És a térségnél maradva, melyek azok a beruházások, amelyek folyamatban vannak, és az elkövetkező időszakban meghatározóak lehetnek? Hát ha csak Karcagot nézzük, rengeteg munkahelyi teremtő beruházás van folyamatban, van készen, hiszen a Reve, azaz a Penny Market logisztikai központjának duplájára jött a csarnok kapacitás, tehát egy hatalmas logisztikai bázis. Most adtuk át a Purhab feldolgozó üzemnek a alapkövét, működik az üzem, újból a műanyag feldolgozó is teljes kapacitással fog dolgozni. Az AgroSprint hatalmas beruházása, a térség legnagyobb beruházása, ami folyamatban van, betonelemgyár épül. Én azt gondolom, hogy el fogunk jutni mi is odáig, hogy munkaerő hiány lesz itt a térségben. És amikor eljutottunk, hogy munkaerő hiány van, akkor már lehet válogatni a munkák között a munkavállalóknak is. És hogyha ebbe a ciklusba ide fog érni a négysávos négyes, ami már egy csodálatos dolog, aki kipróbálta már, hogy milyen most Karcagról Budapestre menni autóval, és már a szolnoki elkerülőt is tudja használni, az érzi azt, hogy micsoda minőségi ugrás, hogyha minél közelebb jön a négysávos négyes autót. Ebbe a ciklusba el fog idáig érni, és akkor mint egy startpisztoly eldördülése fénysebességre fog kapcsolni a térség fejlesztésbe, infrastruktúrális, munkahelyteremtő beruházásba, és hát élhetőbb lesz ez a város, élhetőbb lesz ez az egész környék, hiszen Karcagon most tettük le az alapkövét az új sportkomplexumnak, csodálatos lesz, épül az a szabadidő központ, ahol a milánói pavilonnak az épülete már folytatódik, ott épült Magyarország leghosszabb pumpapályája, rengeteg gyermek van rajta, az én fiaim is imádják, és ott egy olyan szabadidő park játszótérrel, szabadidő központtal fog megépülni, amit nem csak a karcagiak örömére fog szolgálni, hanem a környékből is nagyon sokan fognak idejönni, pihenni, kikapcsolódani, játszani. Magyar kormány elkötelezetten támogatja a családokat, és itt Karcagon is egy bölcsődefelújítási program veszi kezdetét. Mit lehet tudni a részletekről? Hát ez annál még több, hiszen egy bölcsődefelújítási program, és épülni fog majd egy új bölcsőde, hiszen a vasúti úti bölcsőde már olyan állapotban van, hogy oda már egy új állja a helyét. Tehát ha meg fog épülni az a bölcsőde a központban, az a három pavilonos bölcsőde teljesen a 21. századnak megfelelően meg fog épülni, akkor nem lesz olyan család, olyan gyermek, akinek a bölcsődei ellátása nem lehetett volna biztosítani. Hiszen tudjuk azt, hogy minden családban, hogyha az édesanyja el tud menni dolgozni, és van hova, van kire bízni a gyermeket, akkor hamarabb elmegy dolgozni, a kétkeresős családban sokkal jobban tudnak haladni, és hogyha egy olyan bölcsődébe tudja vinni a gyermekét, amely szép, modern, a 21. századnak megfelelő, akkor nem csak a bölcsődei gondozók szeretete, hanem a bölcsőde kinézete kívül-belül egy olyan lesz, ahova szívesen viszi a gyereket, mert hát mindannyian tudjuk, akinek gyereke van, hogy egy pici gyermeket nagyon nehezen bízunk bárkire, nagyon nehezen hagyunk ott bárhol, de egy szép bölcsőde az mindenkinek jó lesz. Képviselő úr, hogyan látja a térség jövőjét? Azt látom, hogy ez a térség talán a tatárjárás óta, a török idők óta mindig egy kicsit hátrányban van. De azt látom, hogy most ezt a hátrányt ledolgozza, hiszen közlekedünk itt a térségbe, és mindig az volt a probléma, hogy milyen rosszak az utak. Nagyon sok út újult meg, a következő időszakban nem lesz olyan út, amelynek a megújítása nem történik meg. Munkahelyteremtő beruházások vannak, infrastruktúrális beruházások, az iskolák, nincs olyan iskola vagy óvoda, amelyik nem újult volna meg. Én azt gondolom, hogy jó lesz itt élni, és nem csak jó lesz itt élni, azok a fiatalok, akik itt születtek, azok már nem fognak elkívánkozni akár egy nagyvárosba, vagy maximum ideglenesen, és azok a fiatalok, akik már egy nagyvárosban laknak, akkor rá fognak jönni, hogy érdemes visszajönni ide a térségre. Én azt gondolom, hogy ez az elvándorlás, a fiatalok elvándorlása sokkal kisebb lesz, meg fog történni egy visszaáramlás a nagyvárosokból, mert
tudjuk azt, hogy ugyan már látjuk Karcagon is, hogy rengeteg autó van, egy iskola kezdés, egy iskola, egy óvoda kezdés, vagy egy délután befejezésénél már nem lehet kikanyarodni a Madarasi útra, a Calvin útról. Ez látszik az, hogy rengeteg autó van, de mégis egy vidéki élet, egy kisváros élet sokkal szebb, sokkal nyugodtabb, egy gyereknek, egy fiatal családnak sokkal biztonságosabb, vagy akár egy idősnek. Én azt gondolom, hogy fel fog értékelődni a térségünk, a Nagykunság, a Tiszató, és jó lesz itt élni, már jó itt élni. Képviselő úr, köszönöm az interjút. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra.